Hence Tamás Szekszárdon született, és mindmáig ő az egyetlen, akit művészetért a városból Kossuth díjjal jutalmaztak. A 60-es években induló neo-avantgárd generáció klasszikusa volt. A 60-as évek nagy gesztusaitól fokozatosan jutott el a finomabb, gyakran a japán kaligráfikákat idéző megoldásokig, de a térbeniség problémájára fókuszáló geometrikus kompozíciók is szép számmal jelen vannak az életművében. Hence Tamás a 20. század harmadik harmadában kezdett el dolgozni, voltak éppen képzőművészként valamikor a 60-as évek közepén jelenik meg. A pályája sok sikertelen próbálkozással kezdődik, és sikertelen próbálkozások jellemzik is, nem veszik fel a képzőművészeti főiskolát sehova se, ő alkalmazott grafikus lesz. Egy olyan pályán indul, amely rendkívül technikai igényes, illetőleg a sebesség, a hatékonyság, az optikai méretek a reklámgrafikánál, gondoljuk egy moziplakátra, akkor még voltak moziplakátok, rendkívül ügyességet fejlesztettek ki benne a grafikai megformálással kapcsolatban, és nagyon sebesen dolgozott. Szerencsésen találkozott ekkoriban a megtűrt nemzedéknek, az akkor éppen pályára lépő 20-as, 30-as éveseknek egy csoportjával, a Budapesti Műhely néven később elhíresült társasággal, amelyek először deklarálták Magyarországon, és ez a szocializmus kellős közepén történik, hogy a kultúrában a korszerűség sokkal hamarabb megjeleníthető, mint a gazdaság, vagy a politika, vagy a társadalom élet bármely szférájában, és teljességgel modernnek kell lenni. Hence Tamás korszerűsége a tisztaság, állítja róla Aknai Tamás művészettörténész. A korszak egyértelműen elvárta az alkotótól, hogy egyértelmű és tiszta rendszereket hozzon létre, hiszen maga a kor fáradt és avit volt. A korszak maga egy ilyen avitt és elfáradt posztimpresszionizmus volt, aminek a gyökerén még ott himbálózott a Munkácsy Mihály emléke is a tartalmában, a szocialista formájában, nemzeti ideológiájával. És ebben a közegben, amely rendkívül fáradt volt már, és öregek is művelték egyébként, ebben valamiféle világosságot és tisztaságot kívántak láttatni. Hozzá kell tegyem, ez a nemzedék volt az, amelyik először hozzájutott azokhoz a rendkívül különös, misztikus törekvésekhez, amely Nyugat-Európát ekkoriban jellemezte, egy óriási átalakulás játszódik le a nyugat-európai vizuális kultúrában is. Ez a 60-as évek egyéb társadalmi jelenségeivel analóg volt, vagy párhuzamos volt. Megjelenik az opárt, megjelenik a hidegrealizmus, a pseudo művészetek, ilyen illuzionista művészetek jelennek meg, de ezek nagyon tiszta formanyelvvel rendelkeztek, kevés eszközzel dolgoztak, és rendkívül hatásosak voltak optikailag. Tehát mondjuk a Vasarely-re kellene gondolni, ő nagyon ismerős mi nálunk, és a népszerűséggel nem véletlen. Hence Tamás eredetisége ebben a közegben például a színekben is rejlik, ő a szürkére koncentrál. Egy rettentően ravaszul működő szín ez, amelyet nagy intenzitású, kevés mozdulattal létrehozott, de titokzatos, geometrikus formával öltöztetett fel. Ő kitalálta az alkalmazott grafikusi tevékenységnél, ezért is időztem annyit, ő kitalálta a festék pöttynek a gumihengerrel történő szétdörzsölését, szétmosását, és ebből egy olyan klasszikus, nagyon érdekes illúzióteremtő, mélységteremtő hatás következett, amellyel, hogyha okosan bánik, akkor nagyon mozgalmas, különös, igen-nem típusú felületeket tud létrehozni, anélkül, hogy bármiféle csapongás, színesség, szertelenség jellemezni, vagy a véletlenek befolyásolnák. Hihetetlenül törvényszerű, ami a Hence grafikákban történik, illetve festményekben történik. És ha már egy ilyen új Hence festmény előtt állunk, akkor jegyezzük meg, hogy nagyon érdekes jellemző, bár ez késői képe már, nagyon érdekes jellemző, hogy a számára nagyon sokat jelentő személyes gesztust, kéznyomot, ami hát
pszichogramként tulajdonképpen jellemről is beszél, és hangulatokról és véleményről is. Megfegyelmezi, sablont csinál belőle, és sablonok segítségével rendkívül hidegen, mint egy kihűtve a forró mozdulatokat festi meg a képet. És benne a geometria, az igen, és a gesztus, a nem, vagy fordítva. Tehát mindenképpen nagyon feszült, érdekes és dekoratív, ugyanakkor egységes kompozíciókat tudott létrehozni.